Az alapítvány jótékonysági báját a Keringő nyitotta meg, melyet a Cittkártánc csoport adott elő, akik az esti során különböző táncokban mutatták meg a tehetségüket. Később az egyházközösség hittanosai is bemutatkoztak, akik egy szórakoztató történetet adtak elő. Na jó, tudod mi? Elmegyek világra. És addig haza se kerülök, amíg olyan bolondra nem találkoztam, ilyen bolond te vagy. Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy az újhatvani római katolikus templom külső és belső felújítására gyűjtsenek adományokat. Két éve újítottuk föl, közel két éve a újhatvani templomot, és a plébániát is. A templomot a város segítségével, anyagi támogatásával, a plébániát pedig az alapítványnak a segítségével újítottuk föl, és a hátsó körfolyosó tető, a templom mögötti rész, a szentély mögötti rész, az a tető még elmaradt, és ennek a felújítására rendezte az alapítvány ezt a jótékonysági batyus bált. Sokféle programmal segítette már az alapítvány a templomot, hiszen évről évre szerveznek hangversenyt, szüreti bált vagy akár adventi koszorú készítést, hogy azokkal is az egyházközösséget erősítsék. A jótékonysági estét a Széchenyi István római katolikus középiskolában tartották, melynek a diákjai is felléptek a bálon. Az újhatvani római katolikus iskola pedig a Maradjatok jók, ha tudtok előadással készült az alapítványi bára.